mikor diák, mikor király. Mátyás király udvarában sok íródiák dolgozott. Beállít egyszer görbefáj, Görbe András birtokoshoz zemplénbe egy fiatal ember, s így szól. Az én nevem Nagy Márton. Íródiák vagyok a király udvarában. Szállást kérek egy éjszakára. Görbe András uram sokat hallott már arról, hogy Mátyás király áruhában járja néha az országot, és hogy nagyobb részt íródiáknak adja ki magát. Engem nem teszel bolondá, gondolta. Azután nagy szívességgel szólott. Isten hozta kegyelmedet, nagy Márton uram, tessék csak befordulni, mintha a saját háza volna. Azután a kocsisának kiáltott. János, sétáltasd be azt a lovat a szobádba, Dunnát rakj alája, legfinomabb zabomat eléje, te pedig költözködjél ki addig az istállóba. De uram, szólott a diák, nem való paripa a szobába, se Dunna alája, zabnak a szalmája is megteszi. Az csak tessék rám bízni, felelt Görbe András uram, tudom én a tisztességet. Beültette a diákot a legfényesebb szobájába. Ökröt vágatott, nyulat lövetett. Ami drága és jó, ezüst tányérokon rakta eléje. Ő maga pedig se nem evett, se nem ivott, hanem szolgált az asztalnál, s akármit beszélt neki a diák, mindenre csak azt felelte. Tudom én, mi a tisztesség. Nagyot nevetett Mátyás király, mikor egy hét múlva megtudta, hogyan vendégelték meg az ő íródiákját. Néhány hónap múlva, mikor ő járt diákruhában, ő is beállította a görbeandrás portájára itt vagyok, szólott a király. Szilágyi Mátyás a nevem. De hiszen engem nem teszel bolondá, gondolta Görbe András. Kössétek a lovát az istálóba, adjatok zapszalmát eléje, a diák pedig feküdjék a kocsis szobájába. Azután jelentős pillantást vetett Mátyásra, és így folytatta. Nekem is van álmeszem. Minden diák nem király. A szomszédjaim legalább nem nevetnek ki, mint a múltkor, mikor egy diákot királynak néztem. A kocsis jól tartotta a diákot. Együtt ettek, ittak. Másnap korán hajnalban így szólt a diák a kocsishoz. Nini, -ni, majd elfelejtem. Levelet is hoztam az uradnak. Vedd ki csak a tarsolyomból, és vidd fel az uradnak. Görbe András nagy csodálkozással olvasta. Parancsolom jó hívemnek Görbe Andrásnak, hogy azonnal keljen útra Jánossal, a kocsisával együtt, és jöjjön Budára. Beszédem van vele. Mátyás király. Hozd ide hamar azt a diákot, kiáltott Görbe András. Hadd tudja meg tőle, mit akar a király. János kereste is a diákot, de már az akkor eltűnt a lovával együtt. Két hét múlva felkocogott Görbe András a budai várba. A király várta az udvaron. Fényes, skófiumos ruhába volt akkor öltözködve. Görbe András háromszor is meghajolt, míg eléje érkezett. Eljöttem, szólt, felséget parancsolatjára. Hirtelen megakadt a szóban, és csodálkozva ilyetten nézett a királyra. Ez a szolgákhoz fordulva szólott. Kössétek a lovát az egyik szobámba, jó puha dunyhákat rakjatok alája. Ő is így tett a lovammal, mikor a diákom járt rajta. – Uram, király! – szólott nagy örömmel Görbe András, azonban csak hamar elhűlt, mikor a király így folytatta. – János kocsis az én vendégem. Öltöztessétek díszruhába, és vezessétek az asztalomhoz. Görbe András uramat pedig helyezzétek el a kocsisomnál. Görbe András úgy szédelget, hogy alig tudott a lábán állani. – Ej, ej, görbe, uram, hát így megtréfált maga engem, szólott a király. A diákommal úgy bánt, mint királyjal szokás, velem pedig úgy, mint diákkal szokás. Felséges uram, felelt verejtékezve görbe András, hogy tudná azt az ember, hogy felséged mikor király? Nem csak arra kell ám nézni, mikor vagyok király, szólott Mátyás nevetve, hanem arra is, hogy mikor vagyok diák és Görbe Andrást a kocsisával együtt jól megvendégelte. Azután pedig gazdagon megajándékozva eresztette haza őket az udvarából.